okká szólt szabálytalan. Molnár már kapja a labdát és indulhat előre. Ott lehet látni Szűcs Lajost Elekes mögött. Dvéri. Rósa Henrik, Molnár a fűre került. Waltner nincs les. Gyönyörű levétel, Waltner gól! Megvan a Magyar Liga válogatott első gólja a második félidő 6. percében. Waltner! Na végre! Erre vártunk! Hozzáteszem, hogy a kapus elcsúszik a lövés előtt. Ennyi szerencséje van Waltnernek, hogy ott tátong előtte a kapu, de biztos lábbal fejezi be, és ez a lényeg. És nagyszerű az indítás, érdemes megfigyelni. Tehát itt mozog keresztbe, nincs les, szépen veszi le, és itt csúszik el a kapus, gyakorlatilag ezzel ajtó ablak, és ezt pontosan kihasználja. Rósa Henrik az, aki indít, és Waltner nagyon elegáns mozdulat, és mondom, szerencséje is van, de hát a lényeg, hogy 1-0 arányban vezetünk. Waltner góljával tehát. És azért említettem a gólpaszt, mert ugye akik a magyar bajnokságot követik, ott van ez a bizonyos kanadai táblázat. Van. Gólnál elcsúszott, bal szerencséje volt, de egy-két sútább megmozdulása is volt, mint kollégájának, Panayotunak. Tököli, tököli még, és vissza gól! Waltner! Elegáns kiszolgálás, Waltner második gólja. Ezek szép jelenetek, itt nincs mese. 2-0 tehát, és a Zete gólzsákja termeli a gólokat egyelőre. Megint nagyon kevés kellett hozzá. Nézzük tehát még egyszer. Egy gyönyörű indítás Rósától, Tököli bemozdul. Némi szerencsével áthámozza magát Szaciászon, és nagyon kis helyről egy bravúros bokamozdulattal Waltner. Tököli fölnéz és látja, hogy Waltner esélye nagyobb. Önzetlen passz, szép gól. 2-0 arányban vezetünk most már. Na hát erre gondoltam, itt nem árt, hogyha egy kicsit vigasztalódunk, gólokat kapunk és gólokat láthatunk. Így van, és azért én annyit... Túl jó a nemzetközi hírnevünk, és ezt kár lenne rontani. Egy liga válogatott fedő név alatt sok minden elfér, akár még régen olyan korábbi szereplések is, mint a Néru kupán voltunk, és így tovább. Szóval ez kevésbé kockázatos, mint A válogatott néven kimenni, és esetleg beleszaladni valamibe. Tehát ilyen szempontból is egyébként én üdvözlendőnek tartom. Krisztodulu viszi el közben a labdát. Krisztodulu, két érkező ember középen, és megérdemlik a gólt. Azt kell, hogy mondjam, a ciprusiak, Agatokleusz a gólszerző az utolsó pillanatban. 2-1 ciprusi becsület gól tehát. És a játékosnak ez a 11. gólja a válogatottban. Szépen mennek el, Krisztodulu teszi be, és megelőzi a védőinket, Agatokleusz. 2-1 tehát ezzel a góllal, a lefújás előtt nem sokkal. Tehát